Felújították a ravatalozót fényes litkén. A teljes tetőcserét a Magyar Falu programban nyert 15 millió forintos támogatásból finanszírozta az önkormányzat. Nem csak a ravatalozót korszerűsítették. Az elmúlt egy évben számos fejlesztés zajlott a köztemetőben. Egy képzeletbeli házat gondoljunk, aminek az alapjai 2023 év második felében saját forrásból indult el. Ez térfigyelő hálózat kialakítása, aztán a térvilágításnak a bővítése, belső úthálózat, a székelykapunak az átfestése, új bejárat nyitása, illetve az, amin most állunk jelenleg, ez a ravatalozó környéki térkövezetnek a elkészítése. És vártunk a Magyar Falu programra, aminek hála Istennek zöld lámpát kapott, és ebben az évben azt lehet mondani, a háznak a teteje elkészült, teljes felújítása lett a ravatalozó tetőszerkezetének. Az ünnepségen felszentelték a közelmúltban épült urnafalat és urnasír helyett. Az önkormányzat további fejlesztéseket is tervez, többek között két nagyobb parkoló kialakítását. A falu fejlettségét, érettségét nagyon jellemzi azt, hogy hogy iszik a temetője. És nekünk a jelennek, a most élőknek igenis nagy kötelességünk az, hogy a őseinknek, az elhunytjainknak a méltó és tisztességes temetkezési helyeit biztosítjuk. És ez a falu a legjobb példája annak, hogy ha van egy kormányzati támogatás, és van a falunak önereje, akkor milyen komoly és jelentős fejlesztés lehet egy temetőbe is létrehozni, azt gondolom ennek egy jó példája mai. A fejlesztések jelentős részét az önkormányzat közel 30 millió forintos saját erőből finanszírozta.